Eddig a pontok voltak a fontosak, most már a gólkülönbség is az. Jó estét kívánok! Larvik-Ferencváros csoportdöntő következik a Bajnokok Ligájában. A C csoportban vagyunk, és a Ferencváros eddig 5 mérkőzésből 5-öt nyert. Az imént látott Larvik csapata pedig egyetlen egyet veszített el az eddigi 5 fordulóban, méghozzá éppen Dabason a Ferencvárossal szemben. Nincs még egy olyan csoport az idei BL-ben itt a hölgyeknél, amelyben két csapat is ennyire kiemelkedik a négyesből. Itt már 4 forduló után biztossá vált, hogy a Ferencváros is és a Larvik is ott lesz majd a tavaszi folytatásban, és a legjobb 8 között a középdöntőben találkozhatunk majd mind a két csapattal. Az első helyen melyik együttes tud továbbjutni, annak azt hivatott eldönteni ez az összecsapás. Ugye a lényeg az, hogy 28-24-re győzött a Ferencváros Dabason, és ugye pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény számít, vagyis hogyha a Larvik nyer, akkor ugyanúgy 10-10 pontja lesz mind a két együttesnek, és ekkor az egymás elleni gólkülönbség számít majd. Vagyis a lényeg, hogy 4 gólon belül kellene maradnia a Ferencvárosnak Ole Gustav Gyekstad csapatával szemben, és akkor első helyen végez a Fradi, ami azért is lenne fontos, mert ebben az esetben biztos, hogy elkerülni egymást a két magyar csapat. A középdöntőben ugye ott is csoportkörben folytatódnak a küzdelmek, 2 4-es csoport lesz majd, és 2 csoport első, illetve 2 csoport második kerül majd mind a 2 4-esbe, és csak akkor van országkiemelés, hogyha a csoportok első helyén végeznek az azonos nemzetbeliek, vagyis hogyha a Fradi második, ugye az már korábban biztossá vált, hogy a Győr az első helyen végez, szóval hogyha a Ferencváros második, akkor akár össze is sorsolhatják a két együttest majd kedden Bécsben. Itt van a Larvik összeállítása. Annyi változás az első találkozóhoz képest, hogy Tanja Larsen visszatért az együttesbe, ő térdsérülés miatt nem szerepelhetett Dabason. Egy 37 esztendős, nagyon rutinos olimpiai bajnok játékosról van szó. Ez pedig a várható felállás Hammerzengel, Blankóval, Breivangor Sullandal, és itt még az Anya Edin nem is szerepel a rajzon, aki a legeredményesebb játékosa a Larviknak idén a Bajnokok Ligájában 31 góllal. Itt van Ole Gustav Gyekstad, aki azt mondja, hogy nagyon motiválja a csapatát, hogy ilyen erős csapattal kell játszani, mint a Ferencváros, és mindent megtesznek a csoport elsőségért. A Ferencvárosnál ott van Cifra Anita is a nevezettek között. Ő ráesett a vállára a Győr elleni mérkőzésen, és nem teljesen egészséges, de azért kiutazott. Meglátjuk majd, hogy tudja-e vállalni a játékot, és pályára küldi. Elek Gábor azt mondta a Ferencváros szakvezetője, hogy nem fog kockáztatni. Tehát abban az esetben, hogyha nem egészséges Cifra Anita, akkor nem fog játszani. Nerea Pena szerdától teljes értékű munkát végzett, és így bevethető Zácsik Szandra az egyetlen játékos, aki játszott Dabason, és most nincs ott a keretben. Őnek ugye megműtötték a vállát. 6 gólt szerzett az első mérkőzésre, és nagyon fontos szerepet játszott akkor abban a győzelemben. A legjobb játékosok Breivang, aztán Linjörum Sulland, aki nem tudott gólt szerezni Dabason, pedig az egyik legértékesebb játékosa az ellenfélnek, de nagyon jól védekezett ellene a Fradi, és itt pedig Cecil Leganger, 37 esztendős kapusa a Larviknak, ő a fiatalabb egyébként kettejük közül. De hát elképesztő rutinnal rendelkezik. Szucsánszki Zita a legeredményesebb Ferencvárosi, az utolsó 3 mérkőzésen 10 gólos átlaggal rendelkezik, de Tomori Zsuzsa sem marad el nagyon tőle. A BL góllövőlistájának első 4 helyezettje között 2 Ferencvárosi is található, és hát természetesen Pastorovics Melindát emelik még ki a norvégok, hiszen nagyon emlékezetesen védett az első találkozón 50% felett, úgyhogy a lövések több mint felét hárítani tudta. Csak úgy, mint Dabason, most is Pádár Ildikóval nézzük a mérkőzést. Mit vársz a találkozótól? Meg lesz az a hőn állított eredmény? Jó estét kívánok, nagyon remélem, hogy meg lesz, nagyon bízom benne. A lányok a héten egy kicsit többet tudtak pihenni, úgyhogy meglátjuk, hogy majd ez mire lesz elég. Fehér mezben a Larvik, a hazaiak kezdték a találkozót. És 6-os falas védekezés a Ferencvárosnál, bár most Tomori éppen kiugrott Breivangra. És láthatjuk, hogy Cifra Anita ott van a pályán, de hát az az arc, az sajnos nagyon sok mindent elárul. Lehet, hogy nem sokáig lesz ez így. Komoly fájdalmakkal küzdik Cifra Anita. 15-össel bent van Sullán, természetesen ő a jobb átlövő, Riegel út a jobb szélső, és Breivang ereszti meg az első lövést.
1-0. Ezúttal Pastrovics kezd a magyar kapuban. Dabason 4 héttel ezelőtt ez másként volt, akkor Abramovicsal indultunk, és aztán Pastrovicsot az első félidő 20. perce táján küldte be Elek Gábor. Nagyon jó lenne most is egy olyan kapus teljesítmény, nagyon hozzásegítene a győzelemhez. Szucsánszki a labdával, Pena és Tomori bent ugye hátsó lövőemberként. Sajnos ott a második norvég gól. Az indítás után megvan tehát az újabb találat. Eladjuk a labdát támadásban. Erőszakosabbak voltak a norvégok, és hát a gyors indítás nekik nagyon nagy fegyverük. Teamörk a találat szerzője. Ezeket az indításokat egyébként sikerült megakadályozni Dabason, ahol nagyszerű védekezéssel kezdett a Fradi. Megvan az első gólunk, Szamoránszki Piroska a szerzője. Nem egy bejátszást kapott Tomoritól. Azt azért ki lehet használni, hogy Tanja Larsen annyira még nincs játékban. Úgy tűnik egyelőre, hogy csak védekezésben hagyja fent Gyekstad. Mellette azért lehet keresni valója a Ferencváros játékosainak. Szulland a labdával, Breivang. Érdekesség, hogy sem Edin, sem Hammerzeng nincs a pályán egyelőre. Szucsánszki kapta el Szullandot. Pontatlan a passz. És így jöhetünk előre. Riegelhout és Szulland nem értették most meg egymást. Tomori. Szucsánszki. Nagyon kellene, hogy felnőjenek a játékosok Tomori és Szucsánszki mellé. Ők ketten vitték a hátukon a csapatot. Egy héttel ezelőtt a Volgográd ellen 9-9 gólt szereztek. Az első fél időben Szucsánszki Zita, a másodikban pedig Tomori Zsuzsa volt az, aki nagyon megszórta az ellenfelet. Most blokkolják Tomori lövését. A labda a norvégoké. Kovacsic próbált meg labdát szerezni, jó a bejátszás, 3-1. Szép volt a passz le a szélre, Mörk pedig megszerezte a második gólját. Szépen bepattintott a Pastrovics mellett. Pena, Tomori. Pena, gyönyörű gól! 3-2. Nagyszerű volt, hogy elengedte a spanyol játékos. Igen, így kellene befejezni a támadásokat, mert akkor nem tudnának így lerohanni bennünket, meg így indítani a norvégok, úgyhogy a jó befejezések fontosak lesznek. De ahogy látom, már cifra Anita nincs is a védekezésben. Bizony, Deáki bent most Tomori mellett, Szulland pedig eldurrantotta a labdát. Nem bánnánk, hogyha azt a lövőformáját hozná, amit láttunk tőle Dabason, Vérten. Elkapkodtuk, de megvan a labda, Kovacsic. Belemenés sajnos. Szulland, Breivang. Elek Gábor a képen, a labda pedig a miénk, nem kell sietni. Szamoránszki Piroska, aki nincs élete formájában. Ebben a BL sorozatban eddig nem szerepelt igazán jól, de őt ismerve mindent megtesz azért, hogy ezen a csoportdöntőn ő is hozzá tudjon tenni lehetőleg minél többet a csapat játékához. És most majdnem a második gólt is sikerült megszereznie. Leganger hárított azonban. Szulland, Riegelhout, 4-2. Láthattuk még egyszer Leganger védését. Riegelhout pedig egy lövés, egy gól.
100%-os teljesítményt. Neki általában hasonló statisztikái vannak a mérkőzés végén is. És ahogy az behallatszik, a közvetítésben vannak ferencvárosi szurkolók is a helyszínen. El is kél a bíztatás. Szucsánszki, megint Leganger. Szolland. Deák kiállt elé, és belemenést harcol ki. Vérten. Ezt megcsinálja egyedül Orsi. Kiharcol egy szabad dobást, és ebből egy sárga lap is lesz. Hammerzeng kapja. Hát Breivanggal közös erővel ledöntötték Vértent. Most azért nincs az a védekezés, mint Dabason. Most 6 perc alatt 4 gólt is tudott szerezni a Larvik. Közben a fehér orosz játékvezeti páros egyik tagját láthatjuk, Nabokau urat. Nem tartoznak a legrutinosabb bírók közé. Ferencvárosi szabad dobás jön. Szucsánszki, Kovacsic. Tonya Larsen jön ki zavaró védekezésben, aztán már zár vissza a falba. Tomori. Benát, gyönyörűen a háta mögött, Vérten, ez igen, bent volt, jól van. Egy pillanatra azt hittem, hogy a kapufáról kifelé pattant a labda, de megvan Vérten Orsolya első gólja is. Ott az bizony, tisztán a gólvonal mögött. Azt mondta egyébként Elek Gábor a mérkőzés előtt, hogy a dabasi meccshez képest annyival van hátrébb a Ferencváros, hogy nincs Zácsik Szandrája, de úgy érzi, hogy a Larvik sem tart sokkal előrébb. Hogy látod itt az első 7,5 perc után? Igen, én is úgy gondolom, hogy a Larvik is, amit itt nálunk Dabason mutatott, meg itt az első 1-2 percben, hogy azért több van bennük. Tehát tényleg válogatott játékosok sora alkotja ezt a csapatot. Lehet, hogy ők is majd még a végére hagyják egy picit a formába hozást. Jövett a tavaszi szezonra. Belefújtak már, úgyhogy nem ér Szulland gólja. Lesz viszont egy szabad dobás. Hammerzeng kiejti a labdát. Mörk. Egy cunder, elakadt Pastrovicsban. Végre van egy védett labdánk, ami nagyon-nagyon fontos. Ez viszont eladott. Deák kipasszolta oda Tonya Larsennek, 5-3. Ezért most nagyon nagy kár, mert az egyenlítésért támadhattunk volna. Itt láthatjuk még egyszer. Szucsánszkinek akarta visszatenni Deáki. Csak olyan kellett volna egy ütemet, amíg a Szucsánszki szinte lemozog a védőről, és... Szamaránszki viszont összeszedte a kipattanót. 5-4. Legangerben elég sok lövésünk elakad. Közben pedig kapunk egy újabb gólt. 6-4 most már. Riegelhout ismét. Igen, mert ott jönnek a Szucsánszki Zitának a lövéseire, tehát jön a kapunak a jobb oldalára, mert a Zizi Dabason is inkább azt az oldalt lőtte, és én azt gondolom, hogy most azért jó lenne ott majd váltani a lövéseknél. Leganger megint. Nagyon nagy hárítás, Pena próbálkozását védte. Ráadásul ez egy látványos vetődés, ami ilyenkor még pluszban spanolja is a kapust. Leganger meg egyébként is olyan, hogyha elkapja a fonalat, akkor nagyon nehéz túljárni az eszén. Igen, egy nagyon jó kapusról van szó, és tényleg évek óta ott van a világ élvonalában, így a kapusok között. Ellene. Nagyon sokat játszottunk, úgyhogy nekünk is egy párszor megkeserítette az életünket. Bundesliga
Nincs egyébként teltház a Larviki arénában, 4500 néző befogadására alkalmas ez a stadion. Úgy tűnik, hogy a norvég szurkolókat azért nem feltétlenül hozta lázba a csoport elsőség kérdése. Pontatlan támadás, most náluk is lehet menni vérten. Szucsánszki még egyel tovább, Deáki, szabad dobás. Deáki jön is le gyorsan. Van Hammerzeng, egyelőre nem sok momentum alkatt a mérkőzésen. Ember hátrányban vagyunk közben. Vérten. Alig nem Tomorit állították ki, és Szekerc és Luca ment most a pályán. Hány de kár ezért. Ebből megint mehet az ellenfél Larsen. Hammerzeng le a szélre, Mörk összeszedi. 7-4. A harmadik gólja Tea Mörknek. Ha nem dobta volna be, akkor valószínűleg hetest kapnak egyébként. Kovacsic belül védekezett. Pena. Előre jönnek most egészen a 9-esig. Feltolják a 6-os falukat a norvégok. Pena. Szucsánszki. Szekercés. Bizony itt most brusztolni kell valahogy. Ezt a 10-valahány másodpercet még kibekkelni, de feltelték a bírók a kezüket, úgyhogy nem volt más tenni, lőni kellett. Szucsánszki összeszedi a labdát, és most tényleg lehet nyugodtan. Szekercés. Jól van, megáll. És akkor most már kiegészülünk, Szamorászki Piroska újra a pályán. És jön vissza szerintem Tomori is. Már meg is érkezett Szekercés helyett. Pena, Szucsánszki. Jó bejátszás, Szamoránszki. És megint Legángier. Nagyon elkapta sajnos, ráadásul megint gól a túloldalon, 8-4. Breivang. Igen, nagyon megérezte, hogy a Piri mit szeretne, hova szeretne lőni, és nagyon szépen megállt neki. Elek Gábor pedig időt kér, hiszen már most 4 gólos a hátrány. Jó, gyere vissza! Gyere, jöjjünk vissza, és próbálj meg balt holni! Ez igazából semmi másból nincsen, csak elmegy elő a labda, elszórakozzunk, és átrohadnak rajtunk. Jó, semmi baj nincsen, lerohadásba! Zizi bejön középre, a Deka balátlövőbe jön. Jó, hogyha ebből változás van, tehát mint ami látta, viszik középre a Tonyát. Jó, akkor megcseréljük, akkor a Zsuzsi jön balátlövőbe, jó, akkor megyünk rendesen. Sőt, nem adjon fel a jobb átlövődőt, mert téged fog kivenni, és az meg nem jó. Jó? Jó. Játsszál hipót, játsszál fel a helyzeteket, be kell lövöldözni, jó? Hát matekozott itt Elek Gábor is rendesen az időkérés alatt. És akkor nézzük, hogy mit sikerül megvalósítani abból, amit a Ferencváros szakvezetője kitalált. Pena tovább, Tomori talpról, és megint Legánger, a kipattanó a miénk lesz így. Riegelhuth ütötte ki a labdát, úgyhogy jöhettünk a sarokból. Szucsánszki. Sajnos most már jó ideje, nem tudunk túljárni Legánger eszén. Elég közel volt a védőhöz, és már egy nagyon ilyen faltos volt, úgyhogy nehezen tudta ezt kapura lőni. Mörk lövése akadt el közben Pastrovicsban.
És ahogy hallhattuk Elek Gábortól, Deák ki most balát lövőben a pályán. De továbbra is csak védekezésben, hiszen jön azonnal a váltás. Penával. Tomori. A kipattanó. A miénk lesz, azt hiszem. Blanco kap sárgát. Őt igazolták Heidi Lőke helyére a norvégok. Pena kapu mellé. Kicsit türelmesebben kellene felépíteni a támadójátékunkat. Úgy érzem, hogy nagyon hamar előjük ilyen egy-két átadás után. Szulland. A bejátszás nem volt rossz, csak éppen nem tudta a beálló megfogni. Blanco most rontott egyet elől is, hátul is. Pena. Sajnos ugyanaz itt is. És ez most megint egy indítás. Megint egy zitszer és megint egy gól Breivang. ...9-4. Összesítésben most már jobban állnak a norvégok. Jelenállás szerint ők a csoport elsők, de hát nagyon-nagyon sok van még hátra. Viszont a támadásunk, támadó játékunk egyelőre nagyon aggasztó sajnos. Breivang. Le a szélre, Mörkhöz, ez is gól. 10-4. A negyedik találata most már a fiatal balszélsőnek. Tavaly az egész szezonban egyetlen egy találatot szerzett. Épp a Győr ellen tette. Egyébként Karimette Johansen sérülése miatt kerülhető tulajdonképpen egyáltalán be a csapatba. Tomorit blokkolják. Sajnos most nincs elképzelés a támadó játékunkban. Most is 2-3 átadás volt, és utána megtörtént a kapura lövés, ráadásul... Elég előkészítetlenül. Igen, igen, és úgy érzem, hogy minden nagyon ott középen, a két legmagasabb ember között, ráadásul a Tonyala ezen fölött próbáljuk előni. Többet kellene talán ott a ketteseknek egy-kettő közé dolgozni, kicsit húzni a védekezésüket szélesebben. Szekerc és Luca most bent Pena helyett. Talán abban bízik Elek Gábor, hogy hát ha neki sikerül egy-két lövéssel megtréfálni Legangert. Megint hatalmasat véd, de szerencsére kapunk egy hetest. És kétkezes lökésért egy kiállítást Tonya Larsennek. Fokos volt Szekerc és bejátszása. No, Nerea Pena, ez bent van, 10-5. Jó lenne elkezdeni a felzárkózást, még mielőtt túl késő lesz, és nagyon elmegy az ellenfél. Egy perc, 40 másodpercig még ember előnyben a Fradi. Faragjuk a hátrányt ez alatt. Breivang betör, lépéshibát mutat Tomori a bírónak. A játékvezetők azonban megadják Breivang gólját. Hát bizony, ott azért elsokalt. Igaza volt most Tomori Zsuzsának. Az is 2 perc, bizony. Azonnal mutatta a hátsó játékvezető, Hammerzengnek kell kimenni. Kettős emberelőnyben most a Ferencváros. És ez most tényleg egy olyan szituáció, hogy végig kellene játszani az akciót teljesen zitszerig. Nem játszottuk végig nagyon, de gólt szereztünk, és ez a lényeg. Viszont Szamoránszki lent marad, és a vállát fájlalja. Ez a váll, ez érzékeny pont a Ferencvárosban mostanában. Az is kétkezes lökés volt egyébként. Most már azt hiszem nem akartak még egy kiállítást kiosztani a játékvezetők, de hát
Ugye Hammerzenget kiküldték, most ugyanazért ki lehetett volna Blankót is. Így van. Neki is már fájdogált a válla, de hát egy beállósoknál én azt gondolom ez benne van. Mert folyamatosan lökik a vállat, visszahúzzák, tehát nem egyszerű ott a védők között. De hát Pirit is kemény fából faragták. És egyelőre ő a legeredményesebb ferencvárosi játékos. Az eredményjelzőre meg tessék beírni azt a hatodik ferencvárosi gólt. Riegelhut, Sulland, Breivang, Deák kiállította meg. Sulland. Szucsánszki ugrott ki Breivangra, még nem végezték el a szabaddobást. Most tették le Sullandnak, és akkor elveszik a bírók, lehet menni. 5 másodperc múlva kiegészül a Larvik. És visszafújják a szabaddobást. Valami miatt tüntet a közönség is, meg Jekstad is. Lehet, hogy időt kért közben, csak már későn. Ezt is el tudom képzelni, nagyon más miatt nem tüntethetett. Szekercés. Szucsánszki le a szélre, Kovacsic be kellene lőni, igen! 11-7. Remek ejtés Leganger felett. És azért most akcióból is szerez gólt a Ferencváros. Igen, tényleg többször kellene majd használni a széleket, persze hát ez a védőtől is függ, mennyire adnak rá lehetőséget. Meg hát most emberelőnyben is voltunk, de kellenek a szélső gólok. Náluk jönnek. Teamörknek ez már az ötödik. 12-ből 7-et lőtt a két szélső a Larvikban. Ez gyönyörű játék volt, el kell ismerni. Megkerülte kívülről Kovacsicot Mörk. Komori talpról. Sajnos egyelőre nagyon érzik az ő lövéseit. Riegelhut zicserben. Ezt most fölé ejtette, köszönjük szépen. Ez az, amit ritkán látunk tőle, de ezen a meccsen szívesen vesszük. Nem baj, hogyha ellenünk nem 100%-osan lő kapura. Szekercés. 12 gólnál tart a Larvik, Dabason ennyit lőtt az egész első fél időben. Szamaránszki, nagyvédés Legangertől, Kovacsic gól. 12-8. Ez nagyon nagy meglátás volt Szamaránszkitól, erre nem számítottak a Larvik játékosai. Nagyon jól észrevette ott az üres helyet a két védő között. Gekstad pedig időt is kér gyorsan. Úgy tűnik, hogy kezd magára találni a Fradi, ami mindenképpen jó jel. A vonalon áll Pili, hogy csak hátrafelé vetődik, és dobálja a kezét. Fönn van a keze, és ül le, a vonalon van, jó? Hát vagy lőd meg neki a fejét, vagy pedig a derekát találjuk meg, jó? Csak nézd meg, egy picit várjunk nála. Nem fog a tonyára, nem fog tudni a futtát eladni, kicsit nagyobb íve már jó lehet. Kerüld el a tonyát, jó? Vegyük elő a 4 pluszt, oké? Támadójátékban. Cseréljük a kapuba, jön a Léna, jó? Ezeket a hülye gólokat, gyereket csináljuk kéne, hogy megállítsuk ezeket a buta gólokat, amiket kapunk. Nagyon sok a kapottból, fal. Mondom még egyszer, csak átrohannak, az a különbség. Elek Gábor is a védekezésre hívja fel a figyelmet, és most megint egy kínai figura, most kettőt adnak el egymás után, Hammerzeng a szerzője. Az első gólja.
és ezt most már Abramovics kapta. Ahogy ezt hallottuk itt az időkérésnél, váltott a kapuban Elek Gábor. Tomori, Szucsánszki. Szekercés tovább, Tomori. Szucsánszkit elkapják a labda, épp hogy elvánszorgott Vértenig. Tomori. Belefújnak, ráadásul hetest kapunk belül védekezésért. Ez most szép egyéni akció volt Tomori Zsuzsától. Larsen is lökött rajta egyet. Breivang pedig már egyértelműen belül állt. Nerea Pena. Ezúttal most maradt a vonalon Leganger. El is bizonytalanított a penát egy picit. Nagyon pontosan akarta lőni, de hát ez így van, hogy egy kapus jól véd. Akkor az ellenfél általában igyekszik kicentizni a lövéseket. Az első kimaradt hetesünk. Megvan a labda. Tomori. Szekercés. Tomori megjátsza Szamoránszkit. A labda marad nálunk, bármennyire is birtokolta már Hammerzeng. Jogtalanul került a kezébe. Azért az látszik, hogy a támadási variációink lecsökkentek Zácsik kiválásával. A sajnos Tomori Zsuzsa lövési statisztikája igen-igen gyenge itt az első fél időben, de hát pont ő az, akivel kapcsolatban azt hiszem, hogy nem kell aggódnunk e tekintetben, mert ugyanez volt a Volgográd ellen is, meg a Szévehof ellen is, és aztán a második játékrész rettenetesen megrázta magát. Igen, csak most hiányoznak ezek a gólok, tehát amíg a Zsuzsi ott a második fél időben, ott a Szucsánszki itt az első fél időben, úgy átlövésekből, talajról, felugrásból lőtte a gólokat. Tehát most igazából csak beállóból, meg szélről lőttünk. Tehát azok még váratnak magukra az átlövések. Hát, talán penálnak volt, hogy egy átlövés gólja, és annyi. Volt. Szulland. Az meg lehet, Kovacsics. Nem volt esély. A leindításra Tomori, Szamoránszki, jól van, 13-9. Újra ott vagyunk, mínusz 4-en. És ezúttal most Dereka mellé próbált lőni Szamoránszki, Legangernek be is jött. Bet van Anya Edina pályán hármassal, bomba formában a Larvik irányítója. Eddig 5 mérkőzésből 4-en minimum 5 gólt szerzett, és 31-nél tart összesen. Itt meg megvan Deáki első kiállítása. És a Larvik első büntetője. Lindkristin Riegelhut, 14-9. Riegelhut harmadik gólja, Edin pedig előre jön. A szervező játékos Szucsánszkit próbálja kivenni a játékból. Megint az ő szemszögükből nagyon-nagyon okosan feltolják a 9-esig a védekezést, mert érzik ők is, hogy átlőni nem tudja a Ferencváros ezt a falat egyelőre. Szulland le Riegelhutnak, ez is zicser, jól van Abramovics. Védett egyet, kár, hogy a kipattanó az övék, és támadhatnak tovább emberelőnyben. Edin, Hammerzeng, Szulland, Abramovics, és
megint hozzájuk pattan. Edin Abramovics, ezek most az ő pillanatai. Hát, ha megint bejön a kapus csere. Igen, tényleg most már a kapus teljesítménynek a százalékát is jó lenne, hogyha egy kicsit följebb emelnénk. Meg tényleg a legfontosabb, hogy itt gólokkal fejezzük be a támadásokat, mert a nagy részt a góljaiknak tényleg indításból, lerohanásból kaptuk, és felállt fal ellen ők sem olyan biztosak. Tomori. Tekercés, tör be és lő mellé. 5 perc van még hátra az első fél időből, mindjárt kiegészülünk, úgyhogy most muszáj figyelni nagyon. Ott a falt, de sajnos tovább tudják tenni a labdát. Van egy kis szerencsénk. Mörk ezúttal a kapufát találta el. A kapufa éle. Ezúttal most velünk volt. Mázli, de néha ilyen is kell. Marad a 14-9, és most már 6-an a zöldmezesek is a pályán. Tomori. Tomori a háta mögött kapott közben egy óriásit, vérten gólt szerez, és abból még egy 2 perc is lesz bizony Riegelhuth-nak. Ebből így most jól jöttünk ki. Teljesen egyértelmű a szabálytalanság. Vérten pedig újabb gólt szerzett. 14-10 ezzel. Ott mozgunk egyelőre a határon. De adott esetben a 4 gólos vereség is jó lehet még. Csak akkor 24 találatnál többet kell szereznie a Fradinak. Ugye gyakorlatilag itt ezt most pont azonosság esetén úgy kell értelmezni, mint hogy egy páros mérkőzés lenne, tehát hogyha 4 gól ott is és itt is a különbség, akkor a több idegenben lőtt gól számít. Edin Hammerzeng. Szollán megy fel. Tehát kérem szépen 86,5 percet kellett várni arra, hogy az első gólját megszerezze a Ferencváros ellen. Azért ez mindenképpen a Fradi dicsérete. Szollán volt tavaly a második legeredményesebb Larvik játékos a BL-ben, és most már egymás után 4 idényben is 50 gól felett termelt. Vérte pedig beindul, úgy fest. 15-11. Az ember előnyöket most egész szépen játsszuk meg. Igen, tényleg legalább akkor ezeket használjuk ki, hogyha 6-6 majd nehezebben megy, meg egy kicsit öcögősebb, azért ezeket muszáj gólokkal befejezni. Szullán, onnan előjön gólt. Nagyon kisodródott már. Hát reméljük, hogy azért nem hozta meg nagyon a kedvét az az iménti találat, de hát ez nagyon-nagyon hegyes szögből. Hát ezt már soha nem tudta lőni, mert ráadásul nem is tudott befelé ugrani vele, hanem kifelé az alapvonal irányába, tehát onnan a hosszú oldalra nem nagyon tudta volna már előni. Elek Gábor pedig sárga lapot kapott közben. Tomori bejátszás, a gól! Szamoránszki. 16-12. Azért látszik, hogy nagyon figyelnek a Tomori Zsuzsira, és a Piroskának mindenféleképpen nagyobb a helye a védők mögött. Tényleg ezen a mérkőzésen is most már 5. gólját lőtte, és még volt ráadásul 2-3 helyzete is mellette. És 7-est is harcolt már ki. 7-est is harcolt ki, így van. Egyelőre a mezőny legeredményesebbje Teán Mörk mellett. Őt most nagyon jól megtaláltuk. Belül vagyunk az utolsó 2 percen, a labda a Ferencvárosé. Lehet még feljebb zárkózni. Tomori, vérten.
Szucsánszki. Deák itt szerintem lökték, de mehet tovább. Breivang. Tomori előre jött Hammerzengre, Szolland, Riegelhut nem megy be most. Hammerzeng. Szolland, és megint ott marad. Riegelhut, de Abramovics védi a lövését. Ezt gyönyörűen megfogta most a Léna. Vértel belemegye egyedül. Megpróbálta. Itt van még egyszer Abramovics bravúrja. Lehetett látni, hogy nagyon szépen elment a lövő kezére. És azért most már Riegelhut is tud kihagyni helyzeteket. Így többes számban. Szerintem az első rontott lövése volt. Tomori. Szekercés. Tomori. És megint Leganger. Jó lett volna négyen belül lenni a szünetben. Lehetünk még. Van bő fél perc. Szucsánszki. Szucsánszki gól! Mínusz három most már. Szucsánszki Zita első gólja. Remekül végigvittük most a labdát. És Szucsánszki nagyszerűen fejezte be. 15 másodperc a szünetig. Edin. Szolland felmegy 9-ről, jó a blokk, és a labda is megvan. Szucsánszki vértelen, azért még elindul a Ferencvár, a Szucsánszki egyet lő még. És aztán megszólal a duda. 16-13-ra vezet a Larvik, de ez az eredmény korán sem olyan szörnyű, mint ami ennek a mérkőzés néha kinézett. Itt az első félidőben az utolsó 5 percet megnyomta a Fradi, és sikerült visszajönni látótávolságon belülre. És hát a második félidőt le kell hozni X-re. Igen, le kell hozni, de akár tényleg ez az eredmény is maradhat a végére. Az utolsó 5 percben, az utolsó támadásokban már látszott, hogy sokkal dinamikusabbak, jobban megy a labda. Tehát ott már a támadásnak a minősége is sokkal jobb volt már, mint előtte. Én azt gondolom, hogy ezekben is mindenképpen majd változtatnak. De hát ott a Gábor is majd ezt elmondja nekik a szünetben. 3 gólos előnyben tehát a norvég csapat, innen folytatjuk szűk 10 perc múlva.